Na csácsó, mi csőtészt a csokoládé és traktorkerék szavaztak papikáim, Keeper jelentkezik a következő Spin Tires-el. És igen, írtátok, hogy biztos lesz ebből is 200 rész egyébként szerintem. Igen. Tuti gyerekek különben. Nagyon mezen, de most megint rá fogok kattani a Spin Tires-re. Meg gondolom, hogy ez jönnek majd az újabb modok, meg minden. Ja, meg azt kérdeztétek, annyit még szeretnék a kommentekre kitérni, hogy érdemes-e, jó-e ez a játék szerintetek. Szerintem igen, mindenképpen érdemes erre cserélni az alap Spin Tires-t, mert valószínűleg, hogy ehhez rengeteg fejlesztés fog jönni az utóbbi időben. Tudjátok, hogy gyakorlatilag a régi alap Spin Tires nagyon-nagyon régóta nem volt már semmilyen patch, nem is tudom, talán 2016 harmadik hó valamikor jött ki az utolsó komolyabb patch, és azóta nem is volt fejlesztve egyáltalán. Ehhez valószínűleg jönnek ki az újabb különböző javítások, különböző fejlesztések, és a modok is ehhez fognak majd ugye most már készülni, szóval mindenképpen érdemes átváltani szerintem erre a játékra, meg ugye jobban ki van dolgozva, mint a fizika, mint a grafikus motor, szóval biztos vagyok benne, hogy ez jobb, és valószínűleg nem nagyon fogok visszatérni már az másik spintájószer. És a címből már szerintem kiderült számotokra, hogy a challenge-eket fogjuk megpróbálni, 3 csillagra kitolni, ugye. Az elsőt, azt megcsináltuk 1 darab csillagra, és egyébként itt van még egy, ami... Tök jó, nézzétek, hogy miket kell, milyen dolgokat kell csinálni. Meg kell ijeszteni 10 madarat durával. Nem szabad átmenni a hidon. És össze kell... Micsoda van, hogy tököt? Tököt kell. Hát pedig az tök. Na mindegy, akkor nyomjuk. Nézzük meg ezt az első challenge-et. Elvileg ugye itt teszteztük el, hogy kijöttünk az járműből, úgy vezettük, hogy nem belső nézetbe, meg még ráadásul szembe mentem a... Jaj, ez tök jó néz ki. Ezeket egyszerűen nem tudok betelni azzal, hogy látszik az üzemanyag, meg a... Várjátok, nyomjunk egy üzet? Ja, mindjárt mondom, gyerek. Jó, az nagyon fontos ugye, hogy ne menjünk szembe a forgalommal, ugye azt írta. Az az egyik challenge-ünk. A másik challenge-ünk az, hogy amikor a trailer rajtunk lesz majd, akkor ne menjünk ugye külső nézetbe, meg még ráadásul ne szenvedjünk el sérülést, és akkor elvileg tök jó meg lesz ez az egész. Közben figyeljük ugye, na ezt a challenge-et ugye ezt megpróbáljuk kitolni teljesen. Tettünk neki egy rettenetest. Sajnos ez a jármű, ez nem rendelkezik ugye összkerékkel és diffivel, úgyhogy lehet vele szívni rendesen, de azért megpróbáljuk megcsinálni normálisan most. És akkor a challenge-ek, minden egyes rész szerintem egy-egy challenge-rel fog szólni. Először ugye azzal el fogunk egy jó pár részt meg azon az a probléma ugye, hogy ez valószínűleg nem nagyon fognak sikerülni. Úgyhogy mondhatjátok, hát az nagyon rövid részek lesznek, mert ugye mit tudom, egy challenge az lehet, hogy 10 perc alatt megvan, de nem. Mert lehet, hogy körülbelül 3 órát fogok vele szívni a vágod, ezt akkor majd, ha lesznek gondok. Egyébként igen, jobban néz ki a játék. Jobban néz ki a játék, mint eddig. Nem sokkal, de jobban. Főleg szerintem a járművek modelljei változtak. Oké. Jó, és advanced mod. És akkor... Azaz. Advanced mod is innentől. Gyakorlatilag nekem nem szabad külső kamerával közlekedni. Oké, és akkor itt ez jó volt nekünk. Várjátok. Oké, várjál. Kezd el. Így. És akkor innen... Ezelőtt mindig itt mentem be, és mindig itt szívtam bele, ugye? Emlékeztek? Hát menjünk el már eddig, és akkor itt jöjjünk vissza. Így. Jó. Azzal nem vagyok kibékülve, megmondom őszintén. Ugye ezt hogy fogom megoldani? Hogy belső nézetben hogy fogok rátolatni én a... Látok, még ugye nincs kihúzva egyik sem, minden egyik működik, minden egyik challenge. Hogy fogok betolatni belső nézetbe én a helyére ezzel a járművel? Mert ugye be kell tolni a trailert. Hát arra igazából még nem jöttem rá. Ugye a tükrök nem működnek. De egyébként azt írja ugye a feladat, hogy ne vezess külső nézetbe.
Mármint belső nézetbe kell vezetni. De szerintem kijönni várjátok? Meg is próbáljuk. Megálltunk. Oké. Okay. Visszamegyek. És igen, és nem húzta ki, látod? Gyakorlatilag lehet. Lehet nézelődni. Csak nem szabad vezetni. Nem, úgy azt írja, hogy vezetni, ugye. Gondolom lehet, hogy az gázadás, meg ugye nem mozogjon a jármű. Téma. Én mindig meg vagyok fázva egy kicsit, hát talán nem fogok itt folyamatosan köhögni. Próbálunk. Gyerekek, balra jó, balra jó. Nem néztétek? Én nem néztem. Jó, ez elvileg egy autópálya, úgyhogy jó oldalon megyek. Reméljük, igen. Az nem tetszik, hogy... de jó néz ki a belső tér. Jó néz ki, gyerekek. Gondolom ez még mindig fejlődni fog. Jó, és akkor itt nyomunk egy valost. Próbáljunk meg a jobb oldalon maradni. És akkor itt nem megyünk be itt a izébe, a sárba. Hanem megyünk tovább, és akkor az aszfalton... ott egy nagy kő. Ezt láttad-e? Jó van. Ott ezelőtt a barancsár belakadtunk, ugye ott kellett külső nézetbe váltani, mert folyamatos csörlődés volt. És ugye most már írja ott jobb oldalt fent, hogy itt mit kell csinálni. Na gyerekek, itt kell befordulni, hogy látom. Itt szép ívbe. Úgy jó rátettük, ugye? Kicsit lehet, hogy halk a játék. Majd megnézem ezt a felvételt, visszanézem, és akkor állítok rajt. Hogyha véletlen halk lett. Mondjuk ennek a járműnek azért nincs is olyan brutál motor hangja. Jó, gyerekek, egy tipikus ilyen szociál környezet. Ilyen, nem is tudom ez milyen, ilyen szovjet panel. Város, hoppa, gyerekek, itt is kéne jobb oldalon maradni, abban oldalon kéne maradni. Csak az oszloppal nehogy elakadjak. Jó vagyunk, úgy érzem. És akkor itt meg megint jobbra, ugye. Ajaj. Jó. Jó, gyerekek, itt megérkeztünk eddig, itt már szerintem azzal nem baj. Nem lesz baj, hogyha ugye átmegyek a másik oldalra, mert miért lenne. Oké. Okay. Na bemegyünk, és akkor a izével lesz talán egy kis problémám ugye bálással. De szerintem akkor ez így meg lesz három csillagosra. Az első challenge. Oké. Okay. Az. Ja, és fel kell szabadítani a járműveket, és azzal is el leszünk egy darabig. Ugye a mappokat végig fogjuk csinálni, az alapmappokat, és akkor ugye a járműveket úgy kell felszabadítani, a tökösebb járműveket. Alapban ugye single playerbe még csak nagyon gagyi járművekkel lehet közlekedni. Mármint inkább nem úgy mondom, hogy gagyi járművekkel, hanem inkább, hogy alapjárművekkel. Itt az lenne jó, meg kell pördítenem egy ívbe az egészet. Így, jó, kitolom. És itt talán... ha kitekerem teljesen, ez el is fordulhat. Van rá esély. Hát ez nem biztos, nem, ez nem fog elfordulni, gyerekek. Nagyon óvatosnak kell lennem. Ugye nulla sérüléssel kell... Aha, itt eddig tartott. Gyerekek, behúzom a kéziféket és körülnézünk. Uh-huh. Le kellett volna szembe behúznom. Jó, visszamegyünk belsőbe, nehogy véletlen baja legyen. Jó. És akkor kézifék megint, és körülnézés. Oké. Okay. Gyerekek, ez nagyon durva, mert izébe tudok menni csak.
Úgyhogy itt sejthetem, hogy mi történik. Oké, megint megnézem külsőbe. Aha. Ami hasonlót akarok kivitelezni, hogy jó keresztbe teszem. Oké. Így. És kihúzom arra. Oké, most innen szerintem jó. Meg sem nézem most, hogy jó fele vagyok-e. Szerintem jó fele leszek. Kihúzzuk egyenesbe. Oké. Okay. Kézifék. Egyes. Tökéletes gyerekek. Egy kicsit arra fogom vinni. Hú, ez nem lesz egyszerű, hogy így betolatni hallod. Egy érzésre próbálom. Szerintem valahogy így lesz. Megnézzük. Még egy kicsit szedhetem arra. Bátran szedhetem arra. Nézzük meg. Ugye nagyon el... Nem jó, nem jó. Még mindig nem jó az. Jó, kihúzzuk egyenesre. Nem jó, még mindig nem jó. Még mindig át kéne szednem. Ugye arra. Arra ugye elmegy a segge. Nem, az nem jó. Hú, de hülyeséget csinálok. Arra kell szednem. Jó. Ugye nem vezethetek izébe. Nem vezethetek külsőbe. Na, ez lesz így jó. Most már így. Ó, te fiú, hát ez nagyon szopás itt, gyerekek. Azon filózok, nem lehetette volna valamit kerülni. Hát, hogy azt kellett volna, hogy bemegyek, azt előre kihozom. Gyerekek, csináljunk már egy olyat, bemegyek előre. Ez így nem lesz jó, nem lesz jó, ezt nem fogok tudni betolatni normálisan. Mindjárt. Így, de igazából ezt tudjátok mire jó? Ez egy oktató mód arra. És hogy tanuld meg, hogy hol van kávé a pót, úgyis, hogy nem látod. Most például kávé tudom, hogy hol van, félkeresztben van mögöttem. Most fogom meglátni kávé, igen. Hú, pala gyerekek, nem eladók. Igen. Figyeljetek, így rakom le, az neki nem tetszik, mi? Gondolom. Kéne itt egy megfordulást nyomatnom. Szóval ez nem fog jó lenni neki. A gyerekek, ez belekeveredek, mint cigány gyerek a húzantrógerbe ebbe. Én itt még bejöttem ide. Oké. Okay. Úristen, de nem lesz egyszer. Jó, még el kéne mennem odáig. Bazd meg, ez nagyon kemény! Menj a francba, hallod? Menj a francba, ezt nagyon lehet elcseszem. Nézzük meg. Jó, elvileg ez nem sérülhet ugye a rakomány. Ez szívás. Van esély rá, akkor most épp teszem be. Mentünk fának. Várjatok, kettős kamera? Nem, még nem. Be kéne tennem azt. Halálkeresztbe, gyakorlatilag teljes kitekert kormányon talán bemegy oda.
De nem valószínű. Teljesen erre kitekerem. De jó, elakadtunk, gyerekek, várja. Húzottam egy kicsit. Mi a faszba akadtunk el? Van a gép mögött, vagy mi van? Gyerekek, nagyon megakadt, mi a szar? Most mit rúg ez, úristen? Hé, most mi van? Nem már hallod, hogy itt ekkora dzsuba van? Ne szórakozzál, more! Ne viccelj, kipjörrel! Hát ez egyenes úton nem akar normálisan menni. Na, jó. Az a nyár úristen, itt hallod? Az a gyerekek, az a jár, mi az marha tehetetlen. Jó, megnézem. Srácok, nem tudom, nagy gáz... Ja, ott van egy kő mögötte, lehet, hogy az volt a... Ludas, megpróbáljuk nagy gázzal. Nagyon instant. Fú, bazz, nem hiszem el, hallod. Ez nem fog el, meg nem fog megmozdulni, nem hiszem el, gyerekek, nem hiszem el. Ez nagyon durva. Hallod, ez nagyon ciki, nagyon ciki lesz. Nem fogok tudni innen kijönni. Ahogy meg kell oldanom, pedig. Aha. Nem is ezt kéne, hanem ezt. Így. Jó, hogy itt azért lehet bűvészkedni. Nézzük meg, mi van. Na valami már történik, jól van. Még hogy azt mondtam, hogy rövidek lesznek ezek a részek, mi? Ki volt ez a hülye? Ki volt ez a hülye, aki azt mondta? Gyerekek, azt hiszem, hogy nagyon sinem vagyunk most. Aha, nézzük meg, kettes kamera. Jó, ez nem olyan rossz, hát itt egy kicsit ki fogjuk játszani. Ezt ki tudunk menni egyenesen, jó lesz ez. Oké, no probléma, gyerekek. Már előleg ki lehet okoskodni. Így. Egy-két tolatással te leszek. Kormány tekergetése, egy olyan szervó. Szigorúan belső néletben azért el lehet lenni. Mennyire tényleg szocre állott az a rács is azon a... A kocsin az ilyen lakótelepi ablakokon is szokott lenni, az a tipikus ilyen jelrendezés rás. Próbáltak belevinni egy kis stílust abba az egészbe. Gyerekek, bementünk bazze oda megfordulni, hallod, és sikerült. És ezt is hittétek. Aha, jó, meg is vagyunk. Gyerekek. És megoldjuk bazze, megoldjuk 3 csillagra az elsőt. Yeah, 3 csillag, gyerekek, nagyon-nagyon király volt, hallod? Nem gondoltátok volna, amikor bementem oda, mi? Az is sikerült. Aztán ilyenkor mit kaptam? Piros pontot az ellenőrzőbe? Nagyon jó, nézzük meg. Egyébként, ja, itt mondtam ugye, hogy ezeket a járműveket majd fel kell szabadítani. Progression pontot kell, azt mondtátok, az gyakorlatilag ilyen leszállított cucc. Leszállított áru, vagy pedig ugye megcsinált map után kapok. Igen, ez jó volt, gyerekek, challenge, és akkor utána jön ugye ez a javítás és újra tankolás dolog. Hát igen, megpróbáljuk a következő részben, remélem, hogy nem lesz túl hosszú. Remélem, élveztétek ezt, szuper volt, sikerült 3 csillagra.
gyakorlatilag. Köszönöm a figyelmet, jók legyetek, csúnyi csőtészta!